Üdvözlök mindenkit a Településfejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság soron következő ülésén. A tagok egy fő kivételével jelen vagyunk, tehát határozatképesek vagyunk. A kiküldött napirendi pontokkal gondolom átolvastátok. Ha valakinek valami egyebekbe. Én az egyebekben két témát, a büntető lámpa működéséről egy röpke tájékoztatót, illetőleg a sóderbárnya nyitás témaköréről szeretnék egy másik hozzáadni. Valakinek még? Ha nincs, akkor az egyebekben a polgármester úr két napirendi pontot, amit felvett, aki elfogadja egy pontot, és aki ezzel a két ponttal együtt a napirendi pontot elfogadja egy pontot. Az első napirendi pont a költségvetés, a polgármester úr. Beterjesztésre került a törvényi határidőn belül. Jelzem azt, hogy ugye a Rákóczi úti óvoda, tornaszoba és csoportszoba bővítése összegszerűen még nem tudott belekerülni ebbe a 2023. évi költségvetésbe, de tudjuk, hogy a koncepció szintjén a javaslatod alapján ezt előrevettük, úgyhogy annyi jó hír van, hogy most vagy pénteken, vagy tegnap, nem emlékszem a dátumra, talán pénteken küldte meg a Farkas úr a tervező az építési engedélyt, illetőleg, hogy ez jogerőre emelkedett. Tehát jó stádiumban haladunk ezzel a Rákóczi úti óvodával, úgyhogy ahogy lesznek összegszerűségei, majd bemegyünk a költségvetésbe jelenleg, miután az összegszerűség nem volt ismert, úgy kérem elfogadni a költségvetést, ahogy most van, azzal a kis eltéréssel, hogy van egy újfajta rendeletfeltöltési digitális rendszer, ennek a rendszerével nem kompatibilis a mi szerkezetünk, rendeleti szerkezetünk, amit eddig alkalmaztunk, ezért ilyen formai változtatások lesznek majd a költségvetésben. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert gyakorlatilag ilyen átszámozásokról van szó, tehát abszolút technikai jellegű problémakörök annak érdekében, hogy a Győrváriné Erzséket fel tudja vinni ennek a rendelet nyilvántartó, vagy közzétevő, vagy nem tudom milyen rendszernek a felületére. Érdemben a költségvetés tehát nem változik a kiküldötthöz képest, csak ilyen strukturális szempontból, úgyhogy én a magam részéről javaslom ezt elfogadni, nem tudom, hogy Anikó, te ki szeretnél egészíteni valamivel? Sok mindenben nem hiszem a szöveget, de szerintem elég részletesen le van írva. Annyi csak, hogy a támogatás az önkormányzati határozatok, illetve a koncepció alapján került kidolgozásra. A támogatások táblázat, amit fontos szerintem nem tartalmazza azt a az egyesül vagy az alapítványunknak a 100 000 forintos könyvvizsgálói díjat, amiről tavaly hoztunk határozatot, de az azért, mert ugye majd amikor beküldik a számlákat, akkor a konkrét összeget előirányzó módosításba fogom beletenni, hiszen 100 000 forint egyik alapítványnak sincs, és akkor egy feleslegesen megterhelje a költségvetésünket, illetve az a szöveges rész benne van a KFT jutalmazása, de arról majd lesz külön előterjesztés, és egy másik napirendben a szintén majd előirányzat módosításra kerül bele. Meg a beruházások felhalmozásán nem csak a bölcsőde, hanem van több folyamatban levő olyan felhalmozási kiadás is, aminél konkrét számot nem tudtunk. Ezek majd úgy is mennek a bizottság, illetve a testületek, és akkor majd előirányzat módosításra kerül bele. Igen, köszönöm. Van kire kérdése? Köszönöm a szót. Átnéztem, de nem vagyok számszaki szakember, hiszen meg szeretném kérdezni, hogy az Abéva takarítóinak történt-e tervezés, vagy lesz-e várhatóan béremelés a takarító személyzetnek. Tartalmazza-e ez, vagy külön? Ugye ez az Abéva költségvetésére tartozik. Igen. Az Abéva abban az esetben, hogyha ugye
likviditási problémába kerül, mert ugye nagyon sok mindent üzemeltet, és ráadásul kitett a Monori tankerület fizetési lehetőségeinek, most nem azt mondom, hogy hajlandóságának, mert itt volt a gazdasági igazgató a múlt héten, és bizony ők is küzdködnek azzal, hogy hogyan kapják meg a központi költségvetési forrásokat. De azt mondták, azt az ígéretet kaptuk, hogy most például a február végéig esedékes, már lejárt számlákat meg fogja kapni az Abéva Kft. Február végéig. Tehát ha szüksége van az Abéva Kft.-nek a humán erőforrás bérezésének forrásra, akkor majd fog jönni. Egyébként abban állapodtunk meg a Mikivel, hogy ugyanúgy, ahogy az önkormányzat esetében, az Abéva Kft.-nél is 15%-os átlagos béremelést próbálunk eszközölni, nagyjából ezzel tudjuk követni a nyugdíjak áremelkedését. Ez van összhangban az önkormányzat alkalmazottainak a béremelésével, ezzel tudjuk a jó részben szerintem az inflációt kompenzálni, éves viszonylatban tekintve, úgyhogy erről ennyit. Köszönöm. Van kinek még kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem a tanácsot. Javasoljuk a képviselőtestület felé elfogadásra a költségvetést. Második napirendi pont, ez a vízerelés feladatok, jövőbeli megoldása, polgármester úr. Hát nem tudom, hogy a múltkori ülésen vagy ezelőtt merült ez fel. Talán még a decemberre és kértem a kollégáimat, hogy vizsgálják meg. Itt elsősorban az Ákosról kell beszélnünk, de a Juli is, a Zibolya is besegített ebbe a dologba. Próbáltunk információkat összegyűjteni, és amint ez látható, három megoldási javaslat fogalmazható meg. Ebből én, hogyha őszinte akarok lenni, akkor igazából a harmadik verziót támogatnám, amely azt jelenti, hogy egy külső vállalkozót bíznánk meg ilyen feladat, gréderezési feladatok elvégzésével, méghozzá rendelkezésre állási díj nélkül. Ezt azért bátorkodom mondani, mert ha elolvastátok, látható, hogy 90 ezer forint per hótól 200 ezer forint per hóig tudott az Ákos beszerezni olyan ajánlatokat, hogy ennyiért vállalnánk azt, hogy mondjuk 24 órán belül idejönnek, tehát igazodva ahhoz, amit itt a Kálmán mondott, és valóban ez indokolt is, hogyha mondjuk van egy csapadékosabb időjárás, akkor kihasználva azt az ideális állapotot, amikor a gréderezés a leghatékonyabban elvégezhető, akkor jönnének ide. De hát megmondom őszintén, hogy ez az 50-70 üzemórányi gréderezési feladat elvégzése nem áll arányban azzal, hogy kifizessünk mondjuk évi 1-2 millió forintot rendelkezésre állásnak, hanem hát inkább ezt az utolsó verziót mondanám. A gréder megvásárlása az pedig egyszerűen ezzel a kihasználtsággal nincs arányban. Ha egy működőképes, üzembiztos, amire hosszú távon számítható grédert vásárolnánk meg, azt írta itt, vagy azt az információt kaptam itt az Ákostól, hogy 4-től 30 millióig, hát inkább 20 millió az, ami mondjuk reálisan erre elképzelhető, és akkor még a dolgozóról, aki a szakképzett személyzetről, aki ezt fogja üzemeltetni, nem beszéltünk, és nem beszéltünk a felmerülő üzemanyagköltségről, szervizelési költségről, hiba kiavításról sem. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe például a Varga Lacinak nagyon igaza volt, amikor a múltkori bizottsági ülésen azt mondta, hogy inkább külső céggel próbáljuk ezt megvalósítani, mert hát a számok végül is azt gondolom, hogy ezt igazolják egyértelműen, hogy ez a befektetés majd utána az üzemeltetéssel együtt járó, saját üzemeltetéssel együtt járó költségek, azok bizony nem teszik reálissá a vásárlás. Erről ennyit tudok most mondani. A kérdés van, válaszolok. Köszönöm.
az az 50-70 üzemóra, amit említett, az éves? Éves. És az csak annyi? Kevesebb. Én nagyon kevesebb. 4-5-6-szor. Hát most ezt tudta a Kancsár, ezt tudta össze szedni az Ákossal nagyjából emlékezetből. Mert ugye arra a gréderre, amelyet eddig a Kancsár alkalmazott, a gépkönyv meg ilyesmi nem nagyon került vezetésre, mert hogy egyébként olyan állapotban volt, hogy igazából nem biztos, hogy kellett volna, hogy üzemeljen. Valás? Esetleg tudjuk, hogy helyből van valaki ilyennek ilyenje? Biztos, hogy nincs. Ha van esetleg a üzéjéknek lehet a Jóskáiknak, a Langéiknak. Én egyet tudok már, van kettő vagy három, aki ebbe esetleg potenciálisan számít. Az első ilyen, az maga a Kancsár, aki azt mondta, hogy ha neki adjuk el a gépet, akkor ő 15 000 forint per óráért vállalja a gréderezést Alsó-Némedin. A saját, neki van egy saját grédere. De van más is, akit a Zibolya fia ajánlott nekünk, ő kifejezetten ilyen gréderezéssel foglalkozó szakember, több grédere is van, tehát ha műszaki probléma van, akkor is tud másikkal jönni. Ő is tett erre ajánlatot, meg még azt hiszem valaki nem tud pontosan, hogy kicsoda. Igen. Azt hiszem, hogy említésre került az Öregország úton, a fuvarosz, igen, micsoda nevük? G-híd, ja, a G-híd, igen. Ja, lehet, hogy pont azok mondtak még erre. Nem tudom, hogy az Ákos kiket kérdezett meg. Most ezt nem fejtegettem bele, az volt a lényeg, hogy tudjam idehozni valamiféle kerek koncepciót, hogy melyik irányba induljunk el. Hát nekem az a véleményem róla igazából, hogy most egy évben megpróbálhatjuk ezt a verziót terveszteni, nem veszünk vele semmit. Hogy ez hogy működne igazából. És akkor utána el tudunk gondolkodni arról, hogy esetleg még így csak venni kellene. De ez a vételnél ott az a nagy probléma, hogy ez kezelő személyzet. Tehát a megfelelő kezelő személyzet az elég. Na most szorozzátok ki 100 órával. Hát mondjuk több egy kicsit. Másfél millió forintot beszélünk úgy, hogy nekünk rezsik van folyamatosan a grédelre. Igen. Tehát én azt mondom, hogy szerintem egy 150-200 óra lenne reális, legalábbis a külterületi utak ennyit elbírnának, hogy így mondjam. Azzal kellene számolni, de még akkor is ugye ott van nagyon sok a rezsi a kezelő személyzet. Én azt mondom, hogy akkor támogassuk a harmadik verziót, és akkor szerezünk be. Három ajánlatot legalább, hogy van több, hát akkor van. Igen. Meg esetlegesen én még azt sem vetném el, hogy ugye a Miki, mert ő azért ismeri elég rendesen itt a körülményeket, hogyha most el tudja válni, és ha véletlenül valami miatt nem tudja, eseti megbízásra bármelyik céget megkereshetjük, hogyha nem is kötünk el szerződést, vagy egyszer vagy kétszer húzzák el. Igen. Tehát, hogyha véletlenül a Miki valami miatt nem tudja elválni. Igen. Meglátjuk. Igen. A Kancsár a számra képes? Igen, az az, én úgy tudom. Gondolom. Igen, én úgy tudom, hogy van neki valamilyen vállalkozása. Akkor nem ajánlotta volna a földrészt, mert hát tudja, hogy csak számára tudja. Ő azt mondta, hogy 15 000 forint per óra. Jó, én ebből azt látom, hogy itt tőle szabadfutó, mert lehet tapasztalni a szögről, meg stb. Meg itt van, meg ismeri, meg minden, úgyhogy azért kérdeztem. Kérdés az, hogy a gépem mennyire lesz az én majd üzemképes, de hát gondolom, hogy ezt akkor körbe járjuk. Hát de azt mondta, hogy neki van másik. Van neki, én is úgy tudom, hogy van egy másik. Én is így tudom. Ha üzem biztosan tudja vállalni, igazából annyi bolyan azért úgy gondolom előnyt élvezett, mert ugye gondolom az óradíjban is azért elég jó. Jobb az, mint egy az elég olcsó. Igen. Tehát hát mondom, a helyismeret azért itt azért sokat számít a helyismeret. Hát egy kis vérfrissítés nem hiányozott, nem láttam, de mindegy.
Akkor én arra teszek javaslatot a polgármester úr, hogy a harmadik napirendi, vagy a harmadik határozati javaslatot fogadjuk el, és a képviselőtestület fele ezt elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért? Hármas napirendi pont, a alsó jövő TVT-fentes átvétel. Egy kicsit meglepett engem, hogy itt még ilyen körülmények vannak, hogy még ott... Ugye meghalt a Jóska bácsi. Ja, és a hagyaték irány. És a hagyaték még nem folytatódott le, és a, talán a Dávid Kati, vagy ki a képviselője a Zsuzsáéknak, Gáz Zsuzsának. És akkor ők nem tudom miért akarják ezt a szándéknyilatkozatot, de szerintem nincs akadály. Valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése? Nincs. Ha elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület fele. És akkor az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása. Ez most ebben én javaslom kiegészíteni a közbeszerzési tervet. A Rákóczi úti óvodai telephely tornaszobával és csoportszobával történő építésével. Jó? Köszönöm. Mert most már tényleg ott tartunk, hogy ennek lesz realitása. Valakinek ezzel kapcsolatban a kérdése? Ha nincs, először a kiegészítés alapja egyetért. És aki az egészet a kiegészítéssel együtt elfogadja. Egy hangja. Köszönöm szépen. És akkor az egyebekbe melyiket tárgyaljuk először? Akkor lámpa. Mindentő lámpa az egyszerű. Jó. Az a probléma, amit te felvetettél nevezetesen, hogy valaki szabályszerűen bejön Alsó-Némedire, és utána jön egy antiszociális gyorsabb sebességgel, ez a probléma adott, ezt ez a rendszer nem tudja kezelni. Annyi történik, hogy az, aki szabályosan bejött, kap egy piros lámpát, meg kell, hogy álljon, mögötte megáll a szabálytalanul beközlekedő is, de sajnos ilyen előfordulhat. Az, hogy a másik oldal is, akik kifelé hajtanak Alsó-Némediről, ők is bekapják a piros lámpát, ez gyakorlatilag ingyen kezelhető lenne, hogy ők ne kapják be a piros lámpát, viszont a közül sem, meg a szakember sem, akivel beszéltünk, nem javasolja ezt, ugyanis akkor egy olyan helyzet állhat elő, hogy egy gyalogos azt hiszi, hogy miután az egyik oldal pirosat kapott, ugyan neki piros a lámpája, de nem figyel oda, hanem szépen belegyalogol, és adott esetben balesetet okozhat, úgyhogy ez sem javasolt, hogy ezen változtassunk. Ellenben mondta az úr, hogy több helyre telepítettek ilyen büntető jellegű lámpákat, és egy fél év alatt úgy nagyjából az utazó közönség megszokja ezt. Senki se szeret megállni egy piros lámpa erejéig, úgyhogy általában fél év alatt eléri a mondjuk 95%-ba neki szánt hatás. Magyarán szólva, a szokásnak megfelelően mindenki szépen lelassít, mert tudja, hogy amúgy piros lámpát kap és olcsóbban megúszza időben, ha lassan jön, mint ha megállítja a lámpa. Azt mondja, hogy jó tapasztalatok vannak ezzel a büntető lámpával kapcsolatosan azokon a helyeken, ahol ezt már korábban letelepítették, tehát ő szerinte hatékony lesz, még annyit szeretnék mondani, hogy nem sok dologra kaptunk ennyi pozitív visszajelzést, mint erre a lámpára a környéken élőktől. Legalább 4-en vagy 5-en mondták azt, hogy ez nagyon jó, hogy van, és hogy tényleg megállnak a gyorshajtóknak a nagy része. Van, aki nem, persze, de ennek is lesz majd egyébként egy következő lépcsőfoka, ha a Trafibox elkészül, akkor abba sűrűbben fogunk találkozni éles Trafibox-szal, és akkor aki gyorsan áthajt ezen a lámpán, adott esetben 80-nal vagy 100-al, az beleszaladhat a Trafibox-ba. Ha pedig ezt ő tudja előre, meg kitapasztalja, akkor
azt fogja ő is mondani, hogy nem érdemes ezzel kockáztatni, mert piros lámpán áthajtok, plusz még egy gyorshajtás is esetleg telkóra kerül előírásra, úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Zoli, még annyit szeretnék elkapni, hogy ugye mondták, hogy ennek a sárgája kicsit hosszabban van, mint, a, mint egyébként a normál esetben, ez nem igaz. Hogy ezt nem kell, azt mondta, hogy egy dolog biztos. Mit? Azt mondta a szakember, hogy a sárgának az időtartam attól függ, hogy milyen mértékű a sebességkorlátozás, amit előtte elvárnak. Tehát, hogyha nyilván most 50-re kell neki lelassítani, egyébként nem 50-re van beállítva, hanem 55-re körülbelül, akkor van egy x másodperc, de hogyha egy nagyobb sebességgel maradhatna, akkor tovább kellene, hogy sárga legyen a lámpa. Rövidebb ideig, hogy pirosat kapja. Nem, hanem hogy több ideje legyen neki megállni a pirosig. Tehát, tehát akkor az azt sem tudunk igazából játszani. Nem, ez is műszaki szabvány, hogy milyen mértékű sebesség korlátozásnál hány másodpercig, vagy nem tudom, hogy miben működik ezt a sárgának meddig kell világítani. Akinek ezzel kapcsolatban a kérdés, ami... Nekem mellettem. Zsolt, múltban jeleztem a lejtős oldalnak a nyomógomb problémáját, hogy az nagyon közel van a patkához, plusz még ilyen az a lejárat. Nem tudom, hogy arra lenne lehetőség, hogy a nyomógomb egy kis oszlopon, egy méterrel a járda felé lenne, vagy lenne még egy gomb, akkor ez megoldaná ezt a kérdést. Nem a lejtő okozza a problémát, mert nagyon közel kell menni a patkához, hogy valaki elérje. Hogy ez megoldható, ez nem gondolom, hogy akkora összeg lenne. A másik oldal az nem probléma, az nem lejtős, annyira van hely. Hát erre nem kérdeztünk rá. Amikor erre rákérdeztem, akkor azt mondták, hogy hát óvatosan kell közlekedni. De 20 centi van a patkától a gomb mélységben. Oké. Most akkor ebben még egy kört futok, hogy egy ilyen nyomógombot odébb rakni. Megpróbáljuk, hogy ez mekkora erőfeszítés. Nem az oszlopot helyezzük át, csak a nyomógombot. Igen. Egy kis oszlopra, nem az egész villanyoszlopot akarom áthelyezni, amint van. De majd megmondom. Az a probléma, hogy nagyon-nagyon közel van a patkához, és kicsi az a lejáró is, és meredek. Megnézzük. Köszönöm. Valakinek ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor az utolsó egyébek a Sóderbánya. Na, azt kell tudni erről a Sóderbánya nyitásról, hogy erre most elővéve az iratokat, hát szerintem jó pár éve készülnek. Volt itt a Duna, Dráva, Cement, vagy minek nevezik, egy ilyen cég, ő a bányászati jogosultja erre a területre. Ez a Duna-Dráva cég, ez valamikor 2018-ban illegális favágásba kezdett, aminek hatására az általa kikért környezetvédelmi engedély kiadását az erdészeti hatóság torpedójára a környezetvédelmi hatóság nem adta ki a Duna-Drávának. Ez még 2018 vagy valami régmúlt sztori, és ezt követően ők egy új céggel, vagy nem ők, nem tudjuk, egy új céggel elkezdtek legális talajon állni, és elérték azt valahogy az erdészeti hatóságnál, hogy megengedték a művelési ágból történő kivonást, valamiféle csereerdősítést írtak nekik elő. Ez most lényegtelen is, hogy hova. A lényeg az, hogy ez az új cég, aminek mi a neve? Gerulus Kft. Ez a Gerulus Kft. Legálisan letermeltette az erdőt onnan, engedélye, és a részére kiadott a környezetvédelmi hatóság egy engedélyt. Azonban ennek az engedélynek rögtön az első mondata az, hogy egyébként azzal a feltétellel adják ki ezt az engedélyt, hogy a tevékenység megkezdése
csak akkor lesz aktuális, tehát csak akkor kezdhető meg a tevékenység, a bányászati tevékenység, ha és amennyiben dunaharaszti település rendezési eszközei módosításra kerülnek. Anélkül nem kezdhető meg a tevékenység, mert dunaharaszti település rendezési eszközeivel nincs összhangban a tervezett bányászati tevékenység. Tehát alapvetően az a helyzet van most, hogy ugye egy dunaharaszti illetékességi területen lévő bánya esetében úgy adott ki a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi engedélyt, feltételhez kötöttem, hogy dunaharaszti ezt nem akarta, hanem ő úgy gondolta, hogy be kell fejezni dunaharasztiba a további sóderbányászati tevékenységet, nincs rá szükség, és ezt egyébként dr. Szalai László polgármester is megerősítette, és ennek az is a bizonyítéka, hogy amikor megkapta a nyáron ezt a Gerulus Kft. Ezt a környezetvédelmi engedélyt, akkor az önkormányzat megbízásából jogi képviselőt kértek fel, és bíróság előtt az engedély kiadását megtámadták, ami azt jelenti, hogy egy törvényességi eljárást indított a bíróság a határozat és kiadásának szolgáló eljárás teljes törvényességi felülvizsgálatára, hogy vajon minden törvényesen történt-e. Ez a per gyakorlat, ennek a pernek a megindulása, tehát mi akkor, amikor ez a környezetvédelmi engedély kiadási eljárás volt, kaptunk erről értesítést, nekünk ezt ki kell függeszteni, mint szomszédos településnek a faluban. Mi akkor ezt kifüggesztettük, a hirdetőtáblán is, a honlapra is felkerült, szeptember 8-án, vagy valahogy így. Azért, hogyha valaki ugye itt a jogait sérelmezve érzi, akkor ez ellen tudjon valamit tenni, de mi már akkor augusztusban a kifüggesztés előtt megküldtük a érdekel környezetvédelmi hatóságnak, hogy mi nem szeretnénk a bánya megnyitását, mert hogy egy alsónémedi lakóövezet van a bánya közelében, és minden eszközzel tiltakozunk a bánya megnyitása ellen, csak ugye, hát most nem akarom ezt felolvasgatom most itt a levelet, na az, hogy önkormány, a végét mondom csak, tekintettel a létesíteni kívánt bánya által okozott közvetlen és közvetett zaj, port, lakóövezet, hosszú távú talajvízszint csökkenése, mezőgazdasági mikroklíma változás hatásokra, önkormányzatunk nyomatékosan kérni a környezetvédelmi engedély iránti kérelem elutasítását. Ezt a környezetvédelmi engedélybe szépen idézik is, tehát gyakorlatilag, mint a Farahány borsó, de hát ugyanilyen Farahány borsó volt az, hogy a dunaharaszti is leírta, hogy az ő település rendezési eszközeivel ez a tevékenység nincs összhangban, tehát nem folytatható, de annak ellenére mégis kiadták ezt a környezetvédelmi engedélyt. A lényeg az, hogy amikor mi valamikor október-novemberben tudomást szereztünk a PER megindításáról, mert kaptunk értesítést Tarnai főispán úrtól a PER megindításáról, akkor mi ismételten írtunk egy tiltakozó levelet már a Szalai László polgármester úrnak, illetőleg az ügyvédi képviseletet ellátó ügyvédi irodának, amiben mind a mellett, hogy ismételt tiltakozásunkat fejeztük ki, nyomatékosítottuk, hogy amennyiben bármilyen jognyilatkozattal, tettel, akármivel tudunk segíteni a PER-ben a dunaharaszti önkormányzat pernyertességének előmozdítása érdekében, azt közöljék velünk, és mi mindenre nyitottak vagyunk. Hát erre nem kaptunk különösebb választ. Ezzel szemben ugye megkezdődött a Némedi közigazgatási határával közvetlenül határos erdőrész kivágása, és ez azt hiszem egy 3 hete, vagy valahogy így, vagy 4 hete
ismét felkavarta a port, jöttek be a lakosok, hogy na, itt mi lesz, és közöttük az egyik legközvetlenebbül érintett lakos, dr. Izsák Orsolya, aki a Kiskői utca legvégében lakik. Tulajdonképpen ott van ennek a kiirtott területnek a csücske. És ő ugye ügyvéd, és akkor mondta, hogy ő szeretné az érdekelt ingatlan tulajdonosokat kvázi egy ilyen pertársaságba összefogni, és mint egyéb érdekeltek, ő képviselni őket, és ezzel párhuzamosan én kértem őt, hogy akkor, ha nem ő akarja képviselni az önkormányzatot, akkor ajánljon olyan szakembert, aki jártas közigazgatási perekben, keressen, mert akkor az önkormányzat is, ha ő úgy látja, hogy ugyan nem mondta ezt a Dunaharaszti önkormányzat jogi képviselője, de ha ő úgy látja, akkor mi is beszállunk, tehát saját költségünkön megbízunk az önkormányzat, mint egyéb érdekelt képviseletének ellátására jogi képviselőt, aki ért az ilyen jellegű ügyekhez, és akkor hát, ha így, ha már a lakosság is képviselve van, az Alsó-Némedi önkormányzat is képviselve van, a Dunaharaszti önkormányzat is, meg ha jól tudom, ott valami még egy plusz civil szervezet is benne van ebben a perben, hát ha így nagyobb hangsúlyt adunk a mi tiltakozásunknak. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan majd fogjuk tárgyalni a pénzügyi bizottsági ülésen, illetőleg a képviselőtestületi ülésen, oda a dr. Izsák Orsolya is el fog jönni. Ő ajánlott nekünk egy ügyvédet, dr. Bedő Katalinnak hívják, aki azt mondja, hogy közigazgatási joggal foglalkozó egyéni ügyvéd, és vállalná az önkormányzat jogi képviseletének az ellátását, ezért a feladatok teljesítésért munkaóránként 40.000 forint plusz áfa ügyvédi munkadíjat kötne ki, amely a költségeit tartalmazza. Illetőleg dr. Izsák Orsolya azt is felvetette, és a magam részéről ennek sem látom akadályát, hogy ha szükséges, környezetvédelmi szakembert bízzunk meg önkormányzati szinten annak érdekében, hogy a környezetvédelmi engedély jogosultja által megbízott környezetvédelmi hatástanulmányt valaki tudja érdemben kritizálni, mert itt úgy lett kiadva ez a környezetvédelmi engedély, hogy a kérelmezőt kötelezték arra, hogy egy környezetvédelmi hatástanulmánnyal támassza alá a saját igényeit. De nagyon jól tudjuk, hogy az ilyenfajta hatástanulmányokban esetlegesen a finanszírozó befolyásoló tényezője benne szerepel. Ezért van alappal jogunk azt feltételezni, hogy egy külső objektív környezetvédelmi szakértő bevonásával tudnánk olyan szakmai érvek birtokába jutni, amelyek sikeressé tehetik a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát. Nem késtünk le semmiről, ebbe a perbe még most jutottak el odáig, hogy a keresett levelet megküldték az érintett hatóságnak, és az érintett hatóság mostanában terjesztette elő az érdemi védekezését a perbe. És május 10-re tűzte ki a bíróság ebbe az első tárgyalást. Tehát nagyon szépen így el tudunk jutni odáig, hogy itt március végére szerintem össze lehet állni, fel lehet készülni, és ha még nem is lesz környezetvédelmi hatástanulmányunk, de legalább jogi oldalról indokolva lesz az, hogy mi milyen jogi alapon és milyen cél előmozdítása érdekében szeretnénk ebbe a perbe belelépni. Úgyhogy ebbe az ügybe jelenleg itt tartunk. Alapvetően azt szeretném, hogy tudja mindenki, hogy ez Dunaharaszti illetékességi területe,
ez jelenleg a Dunaharaszti település rendezési eszközökkel nem kompatibilis tevékenység, abba ütközik ez a bányászati tevékenység, tehát alapvetően külsőleg úgy látszódik ez a dolog, hogyha nincs benne egyéb érdek meg kavarás, akkor ez a tevékenység itt soha nem kezdhető meg, kivéve, ha mondjuk a jövő évi önkormányzati választásnál mondjuk lesz egy olyan testület, amelybe a vállalkozó támogatók kerülnek többségbe, és akkor mondjuk sor kerülhet a településrendezési eszközök módosítására. Éppen ezért vagyok úgy, hogy bár jelenleg nincs szerintem érdemi veszély, ugyanezt erősítette meg egyébként a dr. Szalai László polgármester úr is, ettől függetlenül próbáljunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a bánya ne kerüljön megnyitásra, mert ez valóban katasztrofális lesz az ott élők számára. Tehát ez olyan szintű dolog, ami mellett sem önkormányzatként, sem pedig az ott élők egyénenként nem mehetnek el szó nélkül, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez működjön. A jövő hét hétfőre, mához egy hétfőre áttettük a helyszínt a színházterembe, mert szerintem sokan el fognak jönni, lehet, hogy ide nem férnénk be az érdeklődők számára tekintettel. Áttettük a helyszínt a színházterembe, volt még idő, tehát múlt hét péntekén vagy mikor értesítettük az embereket az összes létező csatornán, hogy oda került. Ott egy lakossági fórumot szeretnénk tartani, amely lakossági fórumon az egyik általam javasolt új dolog kerülne bevezetésre, mégpedig az, hogy megfogalmazunk mi itt az Alsónyomda Nagyközség képviselőtestülete nevében egy állásfoglalást, amely arról szól, hogy mi ezt a bányanyitást minden eszközzel meg szeretnénk akadályozni nekünk és a némedi lakosoknak, nem csak a környezetben élőknek, mert azért azt kell tudni, hogy egy ilyen bánya működés még egy kilométerre is zajjal jár. Tehát amikor a vas a vassal, meg csapódik, meg nem tudom én micsoda, képzelhetitek, hogy ez milyen. És nem csak az egy kilométerre lakók, de gondoljunk a mezőgazdasággal foglalkozókra, az öntözéses földművelést folytatókra, vagy gondoljunk a környezetben lévő tavak vízszintjére, Kék Tóra, vagy ott van mögötte egy másik horgász, azt nem tudom. De akár az Öreg Tónál is, amikor láttuk, hogy a tavalyi asszályban szerintem 80 centit lejjebb ment az Öreg Tónak a talaj vízszintje. Na ez egyre rosszabbá fog válni, tehát erre tekintettel felhívjuk minden olyan alsónémedi lakos arra, hogy írja alá ezt a, mondjam azt, hogy véleménynyilvánító ívet, ami adott esetben lehet megint egy újabb eszköz arra, hogy felhívjuk a bíróság figyelmét, hogy ez ide nem való. Tehát ez lenne ez az első alkalom, amikor mindenkinek lehetővé tennénk azt, hogy a neve, lakcíme, és az aláírásával hitelesítettem, szépen aláírogassák ezt az ívet, és utána ki lesz rakva ide az önkormányzatnál a recepción, és hát mindenki mondja majd mindenkinek, meg közzé lesz téve az újságba, közzé lesz téve a honlapon, Facebookon, hogy aki nem ért egyet a bánya megnyitásával, az legyen szíves ide befáradni, és a neve, címe, aláírása, megadása mellett támogassa ezt a mi kezdeményezésünket. Tehát még ezt én egy fontos eszköznek tartom, lehet, hogy sokan szidják mondjuk a nemzeti konzultáció miatt a jelenlegi kormányt, én meg azt mondom, hogy ennek igenis nagy figyelemfelkeltő hatása van, mert ha ezt 3-4 ezer némedi lakos aláírná adott esetben, amihez persze mindenkinek a munkája kell, mert tudjuk nagyon jó, hogy 300-400-500-nál kifullad az érdeklődés, általában akármilyen stratégiai jellegű kérdésről van szó, akkor ezt is tudjuk lobogtatni, de hát nézzék meg,
most törvényes, nem törvényes, környezetvédelmi hatóság törvényes? Hát nézzék meg, nem akarja senki. Jó, erről nagyjából ennyit tudok mondani. Két nagy veszélyünk van. Az egyik az, hogy a jövő évi önkormányzati választás követően milyen képviselőtestületi összetétel alakul Dunaharasztiba. A másik pedig az, hogy egyszerűen az országgyűlés hoz egy olyan jogszabályt, amely a bányanyítással kapcsolatos jogosítványokat az önkormányzattól eltelepíti máshová. Most azt tudni kell, hogy folyamatban van a magyar építésügy jogi kodifikációja. Ez egy nagyon hosszú téma, és a véleményezési szakaszban jár. Eredendően július 1-jére akarták elfogadni, de most volt egy fővárosi agglomerációs önkormányzatok társulási tanácsi ülése 2 héttel ezelőtt, és ott egy helyettes államtitkár úr volt jelen, és erről tartott összefoglalót. Nagyon úgy tűnik, hogy ez jövő év előtt biztos nem fog hatályba lépni. De ebből a szempontból is most már majd el kell kezdenünk megvizsgálni, hogy vajon ez a hatáskör hova kerül. Egy biztos, hogy a Magyar Építészet és Településrendezés kodifikációjával egy olyan egységes jogszabály jöhet létre, aminek egy pontját, ha megváltoztatják, akkor már a bányanyítás bekerülhet központi döntési jogkörbe. Ebben az esetben ugye elvesztjük azt a jogállásunkat, amellyel ez ideig most már nem tudom 2 évtizede, vagy inkább 3 évtizede meg tudjuk akadályozni például a alsóvidéki közigazgatási területén a bányák megnyitásának a lehetőségét. Csak ugye azt kell tudni, hogy ez egy a föld méhének a kincse, ásványi anyag, a sóder, ez az állam tulajdonát képezi. És ha ez valami miatt stratégiai jelentőségűvé emelkedik, akkor lehetséges, hogy átlépnek rajtunk. Én bízom benne, hogy ez, ahogy eddig sem történt így, nem fog így történni, ezek a legsötétebb elképzelések, úgyhogy én inkább oda térnék vissza, hogy jelenleg Dunaharaszti település rendezési eszközeinek szabályozása folytán a bányászati tevékenység nem folytatható azon a területen. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy biztonságban vagyunk, de tegyünk meg mindent, amit csak lehet ennek elkerülése érdekében. Elnézést a hosszúra nyúltak. Köszönöm szépen, jó eset hallani ezeket a szavakat, mert én tulajdonképpen ezért jöttem ide, hogy fölhívjam rá figyelmet, és hogy kérjem a segítséget és a megértést. De ha már kipusztítottam a színes vitapapíromat, akkor azokat a térképeket, illetve azt a pár gondolatot, ami inkább információ ezzel kapcsolatban, azt odaadnám, hogyha... Illetve még annyira tudom megerősíteni polgármester úrnak a mondandóját, hogy a hatástanulmányban olyan mondatok kerültek be, hogy a víztest, ami egyébként már sérült, az a bányanyítás következtében meg fog javulni. Ennyit az érdekeltségekről, illetve Némedi, mint lakóingatlan terület, a külső rész, nincs is a védelmi létesítmények, őt meg se említik. Hát azt mondtam minket, hogy mi tiltakoztunk, ez beleemelik a környezetvédelmi engedélybe, de olyan, mintha semmi nem lenne. És ezzel a térképre én berajzoltam a tényleges hatásterületeket, a piros, ami nagyon durva érintettség, a kék az, ami polgármesterünk beszél, több egy 1000 méteres gyűrű, a sárga pedig az, ha a ég alatti viszonylag szélfogy egyebek, akkor pedig ez akár a Ránkóczi út majd pedig a belterület, illetve a központi területig húzódik. Úgyhogy ennyi csúszkatás van egyébként az ő anyagaimban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Valakinek ezzel kapcsolatban nincs hozzászólása. Ha nincs, akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen a részvételt.